A Hajós utcai lakatos műhelyben éppen a díszlettervező Szendrényi Éva egyeztet a mesterekkel. A Puccini kortárs Ponchielli Gioconda című operájának februári premierjére készül az opera társulata. Talán látszik is, erre fog rájönni. Ennek is már csak a lámpák fölrögzítése és a csatlakozók eltüntetése van, amit még meg kell rajta oldani. Persze, hogyne. Lényeges díszletelem készül itt a lakatos műhelyben. Az egész díszletnek van egy központi eleme, egy 8 méter x 6 méteres balettszínpad, az órák táncát ezen táncolják, és ez az elem, ez hol fölemelkedik, és ha fölemeljük, akkor olyan, mint egy menyezet, hol leengedjük, és akkor táncolható színpadpadló. A helyszín, Velence, minden jellemző eleme megjelenik a színpadon, természetesen a víz is. Mindjárt eláruljuk, hogyan. Míg épül a többfunkciós díszlet, addig a próbák a házi színpadon zajlanak a rendező Almási Tóth András irányításával, most éppen Gál Erikával és Boncsér Gergellyel. Ott víz van már körülötted, tehát hogy az így van, az a dobogó. A címszerepet Sümegi Eszter énekli majd. Eközben már a jelmezek is készülnek. Az opera varrodájában a ruhapróbán most épp Tóth Bori jelmeztervező ellenőrzi, hogy minden varrás stimmel-e. Még hogy nem a ruha teszi az embert. Dehogy nem. Stefanik Márta énekkari művész azt mondja, a premier előtt mindig nagy izgalom az is, hogy milyen lesz a jelmez. Ezek mindig olyan izgalmasak, ezek az első próbák, hogy úristen, vajon milyen a próba. Resz Miklós a szcenikai részleg vezetője. Ő felügyeli az összes műhely munkáját, ami jelenleg nem egyszerű a városban szétszórt műhelyek között. Másnap. Igen, ez van most jön. Igen, itt fogunk jönni. De mindig lelkesen áll az új, bonyolultabb feladatokhoz is. Hála Istennek, szeretjük a kihívásokat. A Giocondánál különösen nagy kihívás, hogy mivel a darab Velencében játszódik, a színpad vízzel lesz elárasztva, és mivel a szereplők olykor meg is mártóznak majd benne, a víznek melegnek kell lennie. A színpad jelentős része vízzel lesz elárasztva. Egészen pontosan nem elárasztva, hanem lesz egy nagy medence, hiszen Velencében játszódik a történet, és ezt mindenféleképpen szerettük volna a színpadon is megjeleníteni. A vízhálózaton 2 óra kell ahhoz, hogy a tervezett medence megteljen vízzel. Vannak olyan eladások, amikor meleg vizet kell ajtóskocsival rendelnünk, mert az nagy nyomással, az 30-40 perc alatt képes feltölteni ezt a medencét, mert ennyi idő áll rendelkezésre, ehhez kellett alkalmazkodnunk. A jelmezeknél is figyelembe kellett venni a víz jelenlétét a színpadon. Itt nagyon sok ilyen problémától kell megoldani nap, mint nap. Bekerülnek a szereplők a vízbe, tehát meg kell oldani, hogy ez nyilván ne okozzon neki kényelmetlenséget, ne arra figyeljen, hogy most a vízben van, hanem tudjon a szerepére koncentrálni, de közben folyamatosan kell, hogy a ruha szép maradjon, meg ne csak annyira legyen drámai a jelenet, amennyire muszáj. A festőműhelyben mindeközben készül a 8 méter magas, 38 méter széles panorámakép, amely a darab hátterét adja. Ekkora 300 négyzetméteres festményt elkészíteni, ezen 11 festőművész 2 hónapig dolgozik. A gigantikus festett háttér velencei hangulatot kelt és időtlenséget áraszt. Azt szerettem volna, hogy egyetlen egy olyan épület se legyen benne, ami effektíve rögtön ráismerhető. Egyrészt nem tudjuk azt mondani, hogy ez a Bell Epoch idején játszódik, vagy a 20-as években játszódik, tehát nem akarunk egy ilyen pontos időpontot, ugye pláne nem akkor játszódik, amikorra írták az egészet. Gioconda, vagyis a vidám velencei utcai énekesnő tragikus története tehát újító, kortárs rendezésben és látvánnyal kerül az Erkel Színház közönsége elé február 22-én.